Na, itt vagyok, Sevinál érkezett, hála Istennek. Isten, mindjárt hozza a Peti. Addigra végzünk, úgyhogy nincs vész. Nyugodt vagy? Megpróbálom beugratni helyes lábra. Hát, de fölhúzza magát. Kicsit használja már, egy kicsit néha a bal lábát. Majd egy kicsit menj vele inkább, hogy tegye le. Arra mindig fölhúzza magát, tudod? Berág egy kicsit. Nem jó? Hát mindegy, kísérletez van vele, így van. Na, kent rézünk, nem tudom milyen lábra. Annyira jó szemem nincs, hogy innen látnám. Meg Kriszt nyomja szépen. Látnád, pont a fű eltakarja, úgyhogy mélyedésben van. Néha rossz a szemem, néha jó. Egybe rossz, mert pénzt már nagyon régóta nem látok. Arra az egyre allergiás az szemem, mert azt nem látok pénzt. Ha! Amúgy utálom. Fogja utálom a pénzt. De hát fontos dolog sajnos. Na mindjárt megnézzük, melyik lábra jössz cicukám. Jó! Szuper! Ott akkor a kanyarba, jó? Épp mondom videóban, csak nem látni a fűtől, hogy helyes nem, de jó. Itt már látom. Hagyj menjen, ez az. Nem adja fel a gyerek, nem hülye a gyerek. Tudja ő, akaratos is, tehát azon van mindig, hogy ez nem sikerül, akkor próba legközelebb. Jó, ideig is csinálta, úgyhogy nem az, hogy eresznek kész, nem mindegy, hogy van, megyünk, az kész. Nem, nem, Kriszné nem úgy van. Megpróbálja, ha nem megy, nem megy. Ideig is próbálgattuk, csak néha főhúzza magát, nem akar átugrani, akkor haj, ugye azért kicsit keményebben kell meglovagolni arra, hogy átugorjon. És akkor egy kicsit berág. De most ahhoz képest szépen átugrasztotta. Illetve beugrasztott a trapból. Okosak vagytok. Okos a baba. De megcsapott az olajszag, de jó, olaj illat. Olajfa illat, hello, nem mindegy. Na, beindították, hogy hogy, azt nem tudom. Működik. Majd most innen majd hazatolják. Ja, nem lett tolni. Beindították valahogy! Menjünk. Beindították a kocsit. Mehetünk egyet, ja. Igen, mert helyes lábon megy, értem én. Hogy indult be? És most hogyan tovább, ha nem indul? Nem tudjuk, hogyan megyünk tovább. Nagyon szépen megy a Tila. Ráadásul helyes lábra. Amit nem szeret erre. Longyon se, még kisköröm megy longyon, nem szeret. Mondjuk általában az itt rappolunk, csak néha egy kis kent, mindig a külsőre megy. Ez kell neki, 5 percet kihozod, kicsit meglongyozod, ég és föld alul. Egyből a boxba ülünk, mindig eljátszott a dolgait, és feszült egy jó darab, míg még kiér, és egy kör után itt leteszi mondjuk magát. Jó lesz, nem? Aha. Jó, kitrappolunk, megfordulunk. Szuper! Szépen maradt ezen a lábon. Jó van, baba, okos vagy. Nagyon kultúrált egyenlőre. Ennek most örülök nagyon, hogy játszik előre. Nagyon, végig. Trabból, ugye? Néztem az egészet. Néztem, csak nem tudtam, hogy helyes lábon megye, vagy nem, mert a fűtől nem látni. Jó van, kicsikém, sétálj egy picit. Várj, adok neki egy kis füvet. Gyere, baba! Gyere, gyere! Ezt még szeretni is fogod. Nem tudsz hülyen régen itt haszállni. Yeah. Aha, hogy gyere kicsi. Nézd ide. Nézd ide, baba. Jaj, nagyon rossz sorcsa van itt neki. Azt mondja. Hú, az meg nagyon szeretem. Na, mehettek, drága. Átsétáltok kapun, azt akkor megint megyünk egy 4 kör. Ilyen Uber-ke mehet nyugodtan.
Aj, pindurkát, persze. Ő már kaján van az agya, hogy mindjárt hamizik benn, mert látta, hogy beadtuk neki. Öt kört mentünk a másik kézre, és most megyünk kb. Öt kört, és egy kicsit élénkebbet. Tehát nem az egy helybe galó, hogy pindurka minimál überke, talaj remek. Jó zálaga is. Engem nem hiszem. Kibeszélnek a csajok, téged meg a Danit, hallom. Mondja, hogy a Christopher így, a Dani meg dö. Félfüle hallom az egészet, nem? Nagyon kulturáltan megy a baba. Hála égnek. Jó, ebben beáll most már hamarosan a sorba majd. Rendesen. Jó lovas van, már semmi vész itt délelőtt. Mehet ez bárhol már. Gyerünk, baba! Gyerünk, de szép vagy! És a agyában már pörök, hogy jaj, már mikor megyünk haza. Ott van a finom vacsorán. Olyan zabagép hallod, mint én. Csak neki van mit enni. Jó, nem szólok, nekem is van az a kódus kajám. Mondom, a nyugdíjasok megnéznek a közérbusz, hogy te, ez a fiatalember mit tud venni, csak nézünk. Szerencsétlen. Hát, ha még a gyerekeimmel megyek, 6500 évbe vásárolunk hétvégére. Ennyi van, drágáim. Kész. Ha volt, hogy mardakoztak nyugdíjasok, szégyeltem a pofám, de mit csinálja? Ezt krembitelésben mondom, nem bírtuk kifizetni a számlát. Ott vannak a lányaim, a tanuk. Két, többször is volt. Egyszer a Sári saját pénzéből kiszaladt kocsiba, az hozott hozzá pótlást. A 6800-ra kiegészítette. Jaja. Nehéz idők vannak. Meg még mi lesz? Ez ma a negyedik jön? De megyek még egyet. Jó, hagyd menjen egy kicsit, persze. Kis puhos hasikája, így jön föl. Mehet Übert nyugodtan. Akkor 4000 métert mentünk, ugye 5 jobbra, 5 balra. 4x5 a 20, sőt, még 70 méterre megtódva körönként. 10 a 700 méterre, tehát 4700. Az meg matekban olyan rossz, hogy ezeket tudom. Métereket így ló szempontjából. Ezt a csodás festői részt, tehát kell lenni szebb. Gyönyörű. Tél is, nyár is. Ez most per pont Tóbi. Körtelen. Kitrappol szépen ez az. Bravo, csajok! Na, rájöttek valahogy. Igen, mert elég nehezen, még a gazdája sem tudja beindítani. Jó. Na. Jó van, Krisz, gyere szépen. Eltrappolt jó hosszan. Kis terepecske. Hadd jöjjön. Na, menjetek, mafiózók! Gyere, Sárikám! Szerintem ma jeles volt! Az is, meg kultúrát is volt. Mindegy, beszéljük rá egymásra, 5 percet kihozni, trappol egy kicsit, kész, úgy fölülni. Látod? Nem feszül meg úgy. Nem, bizony, nem. Jó van, Dagi. Jó van, Krisz, drágám, köszönöm szépen.
haza kísérlek, az tűzök is. Már érkezik a sevinálom. Délelőtre vártam, de megérkezett, hál' Istennek. Na, lovagból ma valóban ennyi. Oza megy. Bezárunk, kajá. Megvan a lovacskáknak. Megkapták a hamit. Estit, ugye vacsorát, úgyhogy kész, finito. Elég is. Ciao. De szép, ezt nézd meg, Isten.